Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mit kíván ma tőled? Ezt megtekintjük most ennél a jóslásnál. Ez a három kártya ott fent bal oldalon utal az ő jelenlegi helyzetére, utal az ő gondolataira. Az első kártyán látható egy bíróság, és az utalhat egy peres ügyre. És pontosan ez foglalkoztatja őt, hiszen a középső kártya mutatja az ő gondolatait. Amit ez a kártya, a bíróság mutat, az természetesen lehet egy bírósági ügy is, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és utalhat igazságtalanságokra az ő környezetében, és ez, ami őt foglalkoztat, ezen töpreng. És a harmadik kártya, ez a hosszú út utalhat a múltra, hogy ez egy régi történet, és még nem tudta lezárni, vagy utalhat a jövőre, mint például, ha itt egy peres ügy van, akkor az hosszú ideig el fog tartani. És most megtekintjük a következő kártyát, és az utal az ő érzelmeire. Ez a kép ott lent bal oldalon az ő érzelmeit mutatja. Itt a kettes számról van szó, ami utal a párkapcsolatotokra, te és ő. Itt az érmékről van szó, és az jelenti az értékeket, a belső értékeket is, és az azt jelenti, te értékes vagy számára. Ami még előnyös, hogy az érmék a föld elemével állnak összefüggésben, és a föld eleme utal reális dolgokra. Tehát, ha ő lezárta ezeket a témákat, ezt a bírósági ügyet, ez lehet egy válás is, vagy áttette magát ezeken a félelmeken, mert ezek az igazságtalanságok ezt az érzést kiváltják belőle, akkor odafigyel arra, hogy mi vagy ki értékes számára, és itt kettőtökről van szó. Azon kívül, mint ahogy mondtam, a föld eleme utal reális dolgokra, tehát, amiről ő álmodozik, amit ő elképzel, azt szeretné megvalósítani. Visszatérve az ő érzelmeire, ő úgy érzi, fontos lenne az, hogy felülről lássa a dolgokat, és így jobban látna mindent. A következő kártyák utalnak a te helyzetedre, hogy lásd a dolgokat, és ezt most mi megtekintjük. Ez a hármas kártya kombináción írja le a te jelenlegi helyzetedet, vagy azt, amire oda kellene figyelni. Ez a kisbaba, az lehet egy kisbaba születése, utalhat gyermekekre, de a kártyáknak van szimbolikus jelentése is, és azt közli veled, itt lesz egy újdonság, vagy egy új kezdet, egy új kapcsolat, de ott van mellette ez a cica, ami ennél a kártyánál a hamisságokat tükrözi. Ezek lehetnek gonoszságok, vagy hazugságok a háttérben, de ne légy olyan naív, mint egy kisgyermek, hanem láss át a dolgokon. Azt is jelentheti, hogy kapsz egy új hírt, és ez egy hazugság. A harmadik kártyán látható egy találkozás, és itt szerelemről van szó. Ez utal a ti párkapcsolatotokra. Amit én érzek itt ennél a kivetésnél, hogy ő szeretne találkozni veled, közli veled az újdonságokat, és azt is, hogy igazságtalanságok történtek nála,
mert valaki becsapta őt. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nála a közeljövőben. Az első képen ez a park utalhat egy parkra, a természetre, ugyanúgy, mint a fa, egy erdőre, egy kiruccanásra, ahol ő úgy érzi, ez fontos most, mert ez ad számára erőt, erre utal ez a nagy medve. Aztán ott van a hold, az jelentheti az ő anyukáját, vagy anyai témákat is, de amit a hold még mutat, ezek a vágyak, az érzelmek és az álmok. Előfordulhat az is, hogy rólad álmodik, megjelensz az álom képében, és ez is erőt ad számára. Nem csak ezt, hanem ott van ez a négy levelű lóhere, és az a szerencsére utal. Ez a négy levelű lóhere, ez egy ilyen időkártya, mégpedig jelenti a négyes számot, vagy négy napot, vagy négy hetet. Tehát ezen az időn belül ő tervez egy kiruccanást, ami erőt ad mindkettőtök számára. A park nem csak a természetre utal, hanem a nyilvánosságra, tehát kiderül az igazság. És ennek van egy ilyen gyógyító hatása, amit a fa szintén jelent, és ez a nagy medve, ez lehet az ő ereje, vagy lehet egy bíró is, és itt a bíróságon kiderül az igazság, és ez számára előnyös lehet, szerencséje lesz, hiszen megjelenik ez a négy levelű lóhere. Amit még ez a kártya kombináció jelenthet, a hold utalhat az anyukájára, a fa az egészségügyi témákra. Lehet, hogy az anyukája most betegeskedett, de megvan az életerő, ahogy ez a medve mutatja, meg a szerencse is, tehát a gyógyító hatás. Most megtekintjük azt, hogy mi várható nálad a közeljövőben. Az első kép utal a félelmekre, és mint ahogy ez a hölgy elszalad a félelmek elől, vagy kilép egy bizonyos helyzetből, ami félelmeket vált ki nála, számodra ez azt jelenti, tedd át magadat a félelmeken, vagy zárj le egy bizonyos kapcsolatot, vagy egy eseményt, egy helyzetet, ami félelmeket vált ki belőled. A második kép utal a szerencsére, a felszabadulás érzésére, és ezt a szabadság érzetét szimbolizálja ez a fehér galamb. Tehát itt van egy megoldás. Ez a kártya azt mutatja, itt jobban fognak alakulni a dolgok. A háttérben dolgozik két férfi, és az utal a munkára. Munkálkodj azon, hogy ne legyenek félelmeid. Rohanj el ezektől az érzelmektől. Érezd magad szabadnak, nyisd ki ezt az ajtót. Amit még ez a két szorgalmas férfi ott a háttérben mutat, hogy itt lehetnek ilyen munkahelyi témák. És érzed, hogy lesz változás, de félsz egy új kezdettől. A harmadik képen látható egy fiatal férfi, aki kopogtat az ajtódon, ez lehet számodra egy új lehetőség, mert kinyílik egy ajtó, és ez lehet egy munkahelyi változás, de amit még ez a harmadik kártya jelenthet, hogy ő kopogtat az ajtódon, és itt lesz egy találkozás,
amire nem csak ez a kártya utal, hanem ott középen a cica mellett ez a szerelmes pár szintén egy találkozást jelent. És ezek az örömteli események. Én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!